Üdvözlöm a kedves nézőket, Gajzág György vagyok, ez pedig itt a Heti Kortárs, a Heti TV kulturális magazinja. A Kortárs Műgyűjtő Akadémián, amit én vezetek, koordinálok, alapítottam, bevesz szlogenünk az a Leonardo idézet, hogy a megértés minden élvezetek legnemesebbike. Erre fókuszálunk mindig, és ezért olyan személyiségeket hívunk meg ebbe a műsorba, akik ezt a kortárs szektort a kultúrával és a gazdasággal való kapcsolódást egy kicsit megvilágítják, és ebből az alkalomból mai vendégem Rényi András. Szervusz, András, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a... Köszönöm a meghívást. Örülök, hogy eljöttél. András, ilyen rockkoncert látogatottságú előadásaid vannak az ELT-n is több helyen. Én ezt olvastam valahol, tehát ezt így kvázi fogad idézetként. És van egy ilyen Churchillnek tulajdonított idézet, kis történet, hogy amikor háború volt, akkor a hadügyminiszter tette egy javaslatot, hogy a kulturális kiadásokat fagyasszák be, és a hadi kiadásokba emeljék át, és akkor Churchill azt mondta, hogy oké, de akkor miért is harcolunk? Tehát, hogy mi ez a kultúra, meg a művészet, ami szavakkal könnyen dobálózunk, de végig is olyan nagyon mélyen nem értjük talán, vagy nem foglalkozunk azzal, hogy mi ez. Tehát, hogy mi az, ami most jelenleg például a Színház és Filmművészeti Egyetemen zajlik, és ami az egyre többen kapcsolódnak. Hát nyilván lehet valamilyen általános választ is adni, nem nagyon érdemes szerintem így általánosságban beszélni, hogy a művészetek mi a jelentősége, hát pontosan tudjuk, hogy mi a jelentősége, nincs. Mi itt európai emberek, európai identitású emberek, vagy a miniszterelnökünk szereti ezt mondani, tudjuk pontosan, hogy művészet, kultúra, kulturális hagyomány, művészeti hagyomány nélkül nincs Európa, tehát fölösleges erről beszélni. És ezért nagyon nem mindegy az, hogy mi történik ezzel a hagyománnyal, hogyan kezeli a hagyományt adott esetben a politika, hogyha a helyzetbe kerül, döntéseket hozzon. Márpedig ugye a kultúrának az a természete, a művészeteknek az a természetük, hogy költségesek, a művészet egy költséges dolog, és az államok általában fölismerik azt a jelentőséget a kultúrának, hogy ezt támogatniuk kell, és ezért nem mindegy az, hogy mennyivel támogatják, és milyen módon támogatják a kultúrát, és hát ebből a szempontból vannak nálunk azért, hogy is fogalmazzam ezt, megfontolandó fejlemények. Múltkor beszélgettem valakivel, és akkor mondta, hogy hát a dán kultúra, meg nem tudom, és akkor mondja, hogy hát igen, ők egy gazdag ország. Tehát, hogy a vélemény szerint hogy van, hogy azért van ott egy nagyon erős kulturális élet, mert gazdag ország, vagy azért gazdag ország, mert ott a kultúrát azt prioritásként kezelik. Tehát tyúk vagy tojás? Hát... Mert megint nehéz erre általánosságban válaszolni. Hát nyilván egy országnak a gazdasági fejlettsége, tehát azt, hogy mondjuk mennyire fejlettek a piaci viszonyok, vagy mennyire hatékony a gazdasági élet, mennyire a termelékenység és ehhez hasonló mutatókról lehetne nyilván beszélni, nem szólnék ehhez hozzá. Nyilvánvaló, hogy ebből a szempontból mi egy olyan régióhoz tartunk, amelyben ez történeti okoknál fogva kevésbé fejlett, mint a nyugati világban, mint akár Dániában is. És nyilván ez azt is jelenti, hogy kevesebb a forrás jut a kultúrára, mint egy közép-kelet-európai piacgazdaságban úgy tűnhet, hogy kevesebb forrás jut a gazdaságban. De ez nem olyan, mintha azt mondanánk, hogy kevés vetőmagunk van, és akkor hát várjuk az aratást. Tehát, hogy nyilván, hogyha nem vetünk, ugye nincsenek azok az gondolati magvak, mert innováció alapú társadalomban, gazdaságban élünk, akkor miből lesz az aratás? Igen, de tehát azt hangsúlyoznám, hogy a kelet-közép-európai országok is fölismerték, már régen fölismerték azt, hogy a kultúrára költeni kell. És hogy mondjak csak egy jellegzetes dolgot, a kommunista diktatúrák idején, a szocializmus idején, kiemelt szerepet kapott a kultúra. És nem azért, mert a kultúra olyan nagyon önszerveződésére olyan nagyon odafigyeltek volna a politikai potentátok, hanem azért, mert fölismerték, hogy a kultúrának egy felhajtó ereje van, és a kultúrát igénybe kell venni, és használniuk kell a saját reprezentációjukban. A kiművelt fő az egészen más dolgokra képes munkaszinten is, mint mondjuk aki nem.
Igen, most én a művészeti kultúrára gondoltam, és abban persze része az, hogy kiművelt embert függ, művészettel is találkozzanak. Benne van. De ugye az oktatás, kultúra, ezek ugye mind egymással összefüggő területek, de én csak azt akartam ezzel hangsúlyozni, hogy mindig is volt pénz, ha akart az állam adni a kultúrának, független attól, hogy mennyire fejlett volt a gazdaság. Magyarországon a rendszerváltáskor, 89 után volt egy jelentős visszaesés az állami szerepvállalásban, a kultúra finanszírozásában. Akkor az volt az uralkodó filozófia, hogy hát a mecenatúra erősítésével, a polgári vásárló réteg erősítésével kell közvetve megtámogatni a művészeti szférát, ami hát persze lassú, hosszú évtizedeken keresztül érlelődő folyamat lett volna, ha ez a folyamat végbe ment volna. Mindenesetre az állam kivonult a közvetlen, vagy erősen kivonult a közvetlen kultúrafinanszírozás volt, jelentősen csökkentek, mindenkinek emlékszünk rá, hogy az intézmények finanszírozása, a nagy kultúrás vállalások, ezek visszaestek. Most van egy új fejlemény az elmúlt 10 évben, mert egy újabb rendszerváltás következett a rendszerváltás után, és az új rendszerben, a nemzeti együttműködés rendszerben ismét fölértékelődik a kultúra. Nem úgy értékelődik föl önértékén, ahogyan ezt leginkább szeretnénk, hanem inkább úgy, mint ami a politikai hatalom számára egy fontos identitásképző terep. És hát azt látjuk, és az SFF története is. Gyakorlatilag eszközként használja, vagy szándékozik használni. És ebből nem is csinál titkot. Tehát ráadásul nagyon szemérmetlenül és nyíltan vállalja azt, hogy ő itt új identitást akar építeni. Tény és való, hogy sokkal több pénz van ma a kultúrában, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt volt. Ezt nem lehet vitatni. Ami azonban probléma, hogy ez a több pénz, amit a kultúrára költenek, ez nem a kultúra saját belső szükségletei szerint van elosztva, nem maguknak, a kulturális szféra munkatársainak nincs beleszólásuk abban, hogy tulajdonképpen mire és mennyi pénz jut. Ez politikai döntéseknek van kitéve, és hát ezeknek a döntéseknek pedig az a természetük, hogy a politikai hatalomnak az igényeit követik, és nem a kultúra igényeit. Tehát magyarán rosszul elköltött több pénz van, ezzel csak azt akarom mondani, hogy a gazdasági fejlettségtől tulajdonképpen függetlenül, hiszen az a pénz, amit a kormányzat a kulturális szférára, mondjuk a Magyar Művészeti Akadémiára, vagy a Petőfi Irodalmi Múzeumra, vagy az ilyen típusú intézményeknek a fenntartására költ, beleértve az Ipari Művészeti Múzeumot, a Szép Művészeti Múzeumot, vagy az operaházat is, tehát most mindenféle kultúrás intézményre gondolok. Liget projekt. Néhány 10 milliárd forint, ez abban a költségvetési játéktérben, amelyben a kormányzat szabadon dönthet a pénzek felhasználásáról, bakfigy. Minimális. A kultúra nem ennyire drága. Akik a szférában benne vannak, azoknak persze minden fillér számít. De ezzel csak azt akarom mondani, hogy nem esik nehezére a kultúrának megemelni a kormányzatnak egy kicsit a kulturális szféra támogatását. Nem esik nehezére, mert van miből megemelnie. Igen, ugye az látszik, hogy amire akarnak adni, arra van számolatlanul, szinte számolatlanul. És csak hagyd mondjak egy példát, mondom, hogy csak úgy érzékeltessük, hogy miről van szó. A Térei Ösztön, ugye az íróknak adnak most újabban, azt hiszem, jól tudom, 40 ember kaphat Térei Ösztöndíjat egyszerre, az havi, ha jól tudom, 300 000 forint jövedelem íróknak, csak azért, hogy írjanak. Ez nem kevés. Hát az nagyon sok. Az nagyon sok pénz íróknak, akik egyébként fejtés nehézség, nem irigylem az íróktól, csak azt akarom mondani, hogy ez egy gavalér, egy nagyvonalú támogatás, amit az írók kapnak ezért a... Hát ott az MMA-s tagság is hát, igen, kap, tehát nem? Látjuk, hogy ez bizonyos értelemben a korrumpálásnak egy formája,
sok pénznek nehéz ellenállni, az emberek rá vannak szorulva ezek az ilyen támogatásokra, írók is rá vannak ilyen. És hát ugye cserében elvárnak tőlük ezt. Azt még nem tudjuk, hogy mennyire fogják ezt, mennyire lesznek szigorúak ezek az elvárások, de már a rendszernek a logikája jól látszik. Igen, ugye itt akkor lefektetésre kerülnek azok a dolgok, amit ők szeretnének. Validálva van az a folyamat ugye írói nevekkel, vagy esetleg művész nevekkel, amit ők szeretnének. És tényleg elhangoztak intézménynevek, meg hogy különböző beruházások is vannak. A véleményed szerint a kultúra, mint olyan, az inkább hardware, vagy inkább szoftver jellegű? Hát, ugye, hát ha most ezt a számítástechnikai metaforát használjuk, akkor azt kell mondjam, amit a számítástechnikában is mondanának, hogy nem működik szoftver, ha nincs hardware, és minek való a hardware, hogyha nincs hozzá szoftver. Tehát ez természetesen ezek egymással összefüggő dolgok, egymástól nem függetleníthető dolgok. Hát vannak művészeti területek, ahol kevésbé költséges, vagy kevésbé szigorú feltétel a hardware megléte, mondjuk egy írónak, ahhoz, hogy remek műveket írjon, lehet, hogy elég, hogyha annyi a jövedelem van, hogy megél, és közben létrejönnek a művek. Egy színházi előadást, egy filmet, azt már 10 millióból, 100 millióból, néha milliárdokból kell előállítani, és ott ugye már nem lehet ezt a... És a képzőművészeti területen pedig aztán szintén ugyanez a helyzet, tehát a kiállított terek, azok pénzbe kerülnek, azokat meg kell építeni, azokat. Igen, azokat. Igen, csak ugye én arra céloztam ezzel a dologgal, ugye van tárgyi és szellemi kultúránk, és hogy itt a jelenlegi kulturális szintjét egy országnak vajon az jelzi-e, ami a falakon lóg és ami a múzeumokban van, vagy inkább az, ami az emberek fejében van jelenleg, és ami most zajlik mondjuk a kortárs szektorban? Hát ez megint nagyon összetett kérdés. Hát nyilván, ha most a szoftver oda gondolsz, tehát hogy mi a szellemi tartalom, vagy mi a szellemi üzenet, ami átjön, és ami működik, ami működteti az egész rendszert, akkor erre azt lehet mondani, hogy a kérdés az, hogy ez a kultúra mennyire tud valóban eljutni a társadalmi célcsoportokhoz, mennyire tud mennyire hozzáférhető az emberek számára. Meg tudják-e venni, el tudnak-e menni, megvannak-e hozzá az infrastruktúrális feltételek. Meg akarják-e venni. Illetve hogy működik az a fajta marketing, amelyik ugye kedvet csinál ehhez, és amely kedvben, életben tartja ezeket. Ebből a szempontból én nekem van egy ilyen nagyon szomorú tapasztalatom, megmondom nagyon őszintén, hogy Magyarországon a rendszerváltás előtt, a szocializmus idején, különböző történeti okokban, mi most nem mennék bele, például egy nagyon fejlett televíziózás volt. Ez állami televízió, pártállami televízió volt, tehát nem szeretném ezt semmiképpen idealizálni, de kétségkívül volt egy televíziós kultúra, kialakultak mondjuk a vetélkedőknek, vagy a tévéjátékoknak kialakult egy bizonyos típusú, és a társadalom által szívesen fogyasztott, az emberek hozzászoktak, megtanulták, ennek volt egy jelentős kultúra fejlesztő hatása. Jött a rendszerváltás, megszűnt a televíziónak ezt a funkcióját, úgy gondolták, hogy erre nincsen szükség, és az elvvel nem is lehetett tulajdonképpen nagyon vitatkozni, hogy egy központi nevelési intézményekre nincsen szükség. Igen, ám, de az lett a következmény, hogy bejöttek a kereskedelmi tévék, és behozták a külföldről már bejáratott piaci standard műsorokat, és lecserélték azokat a meglévő értékes hagyományokat, amelyekre egyébként a lakosság korábban szocializálva volt. És egyik pillanatban a másikra megszűnt egy ilyen kulturális folytonosság, egy ilyen pedagógiai folytonosság. És ez én szerintem pedig egy komoly veszteség. Nem is értettem, hogy az új tévécsatornák intendánsai miért gondolják azt, hogy egy idióta valahol Németország, Amerikában bevált vetélkedő panel az értékesebb lesz, mint az a, egyébként már működött és hatékony és szórakoztató és tartalmas. Az értékmutató az a nézőszám, és ugye itt a nagyszámokkal dolgoznak. De pont ezt mondom, hogy meg lett volna nézőszám. Tehát a tömeg nem azt igényelte, amit kapott. És szépen lassan persze a kereskedelmi televíziózásnak ez az olcsó bulvár karaktere, ez átvette, és ma már ez diktál. Igen, ez lett a tömeg
ízlésnek a diktálója, és nem az, ami korábban volt. Úgyhogy ez egy kultúrás veszteség, és ebben az értelemben azok az értékes tartalmak, amik a kortárs művészetben ma létrejönnek, vagy a kortárs színházban, vagy zenében, bárhol létrejönnek, ezek nagyon nehezen tudnak eljutni, mert ezt a tömegességet már ehhez már a közelében. Ez az egész olyan struktúrálatlan. Tehát, hogy ugye ez a szektor egyébként nem csak itt, tehát a világon általában olyan eléggé struktúrálatlan, ugye ez a szabad elvűség nyilvánvalóan benne van, van egyfajta ilyen romantikus művészmitosz, ugye, amiben nagyon sok művész még ma is leledzik, holott ez már egy nagyon tudatos olyan szektorra kellett volna, hogy váljon, amelyik mutatja, hogy ő a többi szektor mellett is értékes. Tehát olyan, mintha ugye a rendszerváltás után, ha már fel lett említve, tehát elfelejtette volna ezt a fajta funkciót, ezt az értéket ugye eladni. Tehát minden ilyen struktúra, önérvényesítés, szélszes skillek, lobbizás, tehát ez a szektor nem annyira erős, tehát kvázi eléggé béna. És hát, tehát ez az érzésem is, hogy ennek kapcsán, hogy ugye van-e gazdája Magyarországon a kultúrának? Most ez meg két különböző kérdés, ha szabad szétválasztani. Vegyük ketté. Tehát az első, amit említettél, ez tehát, hogy az önérvényesítésnek ezek a szélszes skillek, ahogy mondod, tehát amik ahhoz kell, hogy eladjuk a termékünket. Csúnya biznisz kifejezés, de én azt látom, hogy ugye ebben a tekintetben azért jelentős a változás. Nincs, azért ma például a művészeti felsőoktatásban mindenhol vannak milyen menedzserképző, ilyen közvetítőképző tanfolyamok, tehát megpróbálják kiképezni azokat a szakemeket, akik ahhoz értenek, hogy hogyan kell adott esetben kortárs művészeket menedzselni, vagy hogyan kell őket. Igen, nem teszik, tehát hogy nyilván ugye nincs ilyen igény a piacnak, és más helyen helyezkednek. Jó, ez egy másik történet, okay. tehát csak azért mondom, hogy ezt a részét, hogy ez mennyire hatékony, hogy mennyire színvonalas, az egy másik kérdés. De az biztos, hogy a mai fiatal művészek már megtanulták, hogy kell CV-t írni, megtanulták, hogy kell, vagy legalábbis azt hiszem, hogy jobban értenek ez, mint az én generációm művészei értettek, egyáltalán nem értettek ez, fogalmuk nem volt arra, hogy működik galéria rendszer, hogy működik egy nem művészeti vásár, hogy mi a jelentőség adnak, hogy ezeken a helyeken megjelenjenek. Tehát ez a mai művészek nyilván ezt már sokkal jobban értik. Az egy más kérdés, hogy mennyire csinálják, illetve mennyire hatékony a képzés, amelyik ebbe az irányba fejleszt. A másik, amit az előbb említettél, az egy másik kérdés, tehát hogy a... Mi is volt ez a... Napokban beszéltem a Deloitte-nak, van a Luxemburgban az Art and Finance divíziója, annak az igazgatójával beszéltem, és mondta, hogy elmeséltem, hogy mivel foglalkozik, és mondja, hogy nagyon jó, hát keresd meg a kulturális minisztériumot, igen, és akkor igen. Nagyon jó, mondom, nekünk ilyen nincsen. Na most ez egy nagyon érdekes dolog, a kultúra irányításának a modellje Magyarországon, ez egy nagyon érdekes dolog. Ez is jól mutatja azt, hogy ennek a rendszernek a belső fölépítése, a belső logikája, a működési logikája az egészen egyedülálló és újszerű minden korábbi működéstől különbözik. Ugye Magyarországon nincs egyetlen olyan ember, akire azt tudod mondani, hogy ő a magyar kultúrpolitika letéteményese, ő volna a magyar kultúrpolitikus. Ahogyan a Kádár rendszerben mondjuk Acél Györgynek a neve, az mindenki számára, és lehet, hogy nem volt mindig miniszterhelyettes, vagy nem volt mindig első titkár, vagy pártitkár, vagy nem volt mindig éppen abban a pozícióban, amelyben a döntések születtek, de azért mindig ott volt a háttérben, mindig lehetett tudni, hogy ő a szellemi centrum, ő az, aki tulajdonképpen meghatározza, hogy mi legyen a kultúrpolitika lényege. Ilyen ember a mai magyar rendszerben nincsen. Ennek jó oka van, az egész rendszer úgy van kitalálva, hogy sehol ne alakuljanak ki olyan, senki ne legyen soha pótolhatatlan. Mindig mindenki lecserélhető legyen, mindig mindenki valaki másra helyettesíthető legyen. Érdemes megnézni, hogy például a kulturális területnek egyetlen olyan, tehát a kulturális terület föl van szabva, nem? Például mondok egy példát,
nem tudjuk, hogy mondjuk a Magyar Állami Operaház, amelyik egy 10 milliárdos nagyságrendű, hatalmas önálló intézmény, tehát önmagában egy őrült nagy vállalat, a Magyar Állami Operaház az például milyen viszonyban van mondjuk a kulturális minisztériummal. Nem tudjuk, hogy már hogy az elmiből. Hát igen, mert az elmének van egy kulturális államtitkársága, a kultúra maga is csak egy államtitkárságot ér, igen. De ez az államtitkár is erősen korlátozott hatáskörű ember, egy csomó területhez egyáltalán nincsen semmi köze. Például az egész, például a filmügy. Ugye Andy Vajna megkapta a filmalapot, minden filmügy az Andy Vajnához tartozott. Ki tudja azt megmondani, hogy Andy Vajna hogyan, milyen viszonyban van a kulturális államtitkárra? Nem tudjuk. Mert nincs is jelentősége. Mert ő megkapott egy területet, azért ő felelős, ő valószínűleg a miniszterelnökhöz van bekötve, valószínűleg ő neki reportol, nem tudom, de az biztos, hogy tehát nincs egy egységes struktúra, amelyen belül azt lehetne mondani, hogy na, ez te vagy a kultúrás miniszter, akkor ő te hozzád kell, ha ilyen ügyed van, menni. Például a magyar képzőművészetnek, ha már itt vagyunk, egyáltalában nincs semmilyen ilyen értelemben felelős olyan ember, aki a múzeumi ügyekért, ugye a Bán László felelős, ugye van egy képzőművészeti egyetem, annak van egy rektora, vannak különböző emberek, akik különböző, de nem látod azt, hogy volna valaki, nincs egy lobbiképes struktúra, és egyáltalán. De azért mondom, hogy ez az egész a széttagoltság a kulturális intézményrendszernek, meg az, hogy mindenkinek a finanszírozása külön van megoldva. Nincs egységes, ugye azok az intézmények, amelyben korábban elosztották a pénzeket, mert nem ez egy kulturális alap, amelyik ilyen szempontból ilyen univerzális valami volt. Hát ott is lassanként ugye elfoglalták. Hát igen, ugye ott egyrészt azért, mert ugye megváltoztatták a kuratóriumi összetételeket, egyre elég tudatosan van leépítve ilyen szempontból. De ugye ott is bizonyos területek kikerültek az NKA-nak a felügyelete alól. Ugye létrejött a Magyar Művészeti Akadémia, nem tudjuk valójában, hogy annak milyen jogosítványai vannak, ilyen úgymond, miközben mégiscsak ugye például az állami pénzeknek van foglalva, van MMA törvény. Hát igen. Azt is betartani, de ugye az MMA nem egy hatóság, nem. Miközben pénzt oszt. Igen. Szóval ezzel csak azt akarom mondani, hogy nagyon, nagyon zavaros a kulturális intézményrendszernek a felépítése, és ez a zavarosság szerintem szándékos, mert ez sokkal könnyebben, kézzel könnyebben irányíthatóvá teszi az intézményeket. Senki nincs abban a helyzetben, hogy ő legyen a centrumban, senki nincs abban a helyzetben, hogy egy egész területet le tudjon fedni, mindenkinek való korlátokba kell ütköznie, és ennek aztán van egy ilyen... Én is így látom, és teljesen egyetértek. Azt akarom kérdezni, hogy ez a helyzet, és ugye itt a Covid-válság még erre rátett egy lapáttal, tehát nagyon sok mindent megváltoztatott, és nagyon sok mindent rosszabbá tett, tehát jobb semmi nem lett. Németországban mi volt az első, amit bejelentettek, amit kitöltött a járvány? Emelik a kultúra. Hatalmas mértékű, és többieket megszégyenítő 50 millió euró, vagy nem tudom mennyi. A kultúra támogatására, mert hogy egyébként anélkül nincs semmi. Tehát ugye, amikor Fabényi Júlia volt itt, akkor ugye mondta nekem, hogy hát Németországban mi van, hogy ott a politikusok törleszkednek a kultúrához, hogy ott szeretnék megnyitni a kiállítást, mutassák, hogy milyen kultúremberek és milyen jó arcok. Itthon meg miért tudom, hogy fordítva ülnek a magas lovon, hogy ezzel az összetett szóképpel élhessek, hogy ez a helyzet, hogy gondolod, hogy így kicsit már itt így a végkifejlet fele, mert mindenki azon gondolkodik, hogy mi lesz, hogy nem az van, hogy most lépés kényszerbe hozza a szektort, hogy valami történjen. Tehát, hogy ugye a változásoknak az étszája az, hogy ez így nem mehet tovább, nyilván akkor az ember tesz valamit, de azt a dolgot akkor nyomni kell. Tehát nekünk mohács kell mindig, most is. Nem tudom, én szerintem a rendszer nem így éli meg. Tehát, hát ők nem így élik meg, mert igen, gondolják, ugye, hogy majd erőpozícióból. Mondanék még egy másik fontos tényezőt, ami szerintem sok mindent megmagyaráz ebből az egész jelenlegi helyzetből. Ugye ennek a NER-nek van egy tulajdonképpen ki is, nyíltan ki is mondott, megfogalmazott
szándéka, egy, ugye hosszú távra építkezik, évtizedekre előre akarja meghatározni. Látszik, hogy az intézményrendszert azért akarja átalakítani, egyetemek privatizációtájától az akadémia megalapításáig ezt mind végig lehet sorolni, mert évtizedekre akarja megszabni a trendeket, évtizedekre akarja eldönteni előre, hogy mi történik ebben az országban. És ennek az évtizedesben való, vagy több évtizedben való gondolkodásnak a része az is, hogy le lehet cserélni a kulturális elitet. Hát tehát, hogy itt egy elitváltást kell végre. Most hát ezt világosan látjuk. Hát az, ami az SZFE-ben történik, az ez. Egy meglévő színházi kultúra és annak a színházi kultúrás elitnek a lecserélése, arra való hivatkozása, hogy ez egy bennfentes valami, és jöjjenek újak, és jöjjenek új mások. Új bennfentesek és... jöjjenek. Ugye ez egy bevállalt program, aminek persze rengeteg ember áldozattal jár, meg nagyon sok kultúrás veszteséggel jár, és abban bíznak, hogy előbb-utóbb majd ez ki fogja magát forni, és hát most még nem, de majd ugye ez a... Ehhez hasonló utolsó elitváltást, cseh elitcserét, ugye a Rákosi korszak elején láttunk. Tehát, és egyébként ez nem csak a kultúra igaz, ez a gazdaság is igaz. Tehát a gazdasági elit, az, ami az oligarchák fölhizlalása, azt tulajdonképpen azt lehet mondani, és mondják is, hogy hát ez az eredeti tőkefelhalmozás, az új magyar gazdasági tőkés osztálynak a kialakítása. Hát persze, hogy most még nem megy, vagy most még nem olyan ügyesek, meg most még nem olyan, és kell az állami támogatás, de majd ebből lesz előbb-utóbb egy új magyar gazdasági elit. Most ugyanez a helyzet a kultúrában, az irodalomban, mindenhol azt látjuk, hogy úgymond a régiek, a leszerepeltek, akikről már tudjuk, hogy kicsodák, és akiket meg is lehet bélyegezni, hogy ők liberálisok, meg baloldaliak, meg nem tudom milyenek, hogy ezek helyett jöjjön az új friss erő. És azt abban gondolkodnak, hogy hosszú távra építkeznek, hosszú távra tervezhetnek, és majd lesz idő, amire ez az elit ki fogja magát forni. Mindenki itt az okokat keresi, én is a miértekre keresem mindig a választ, hogy egyszer láttam egy interjút Orbán Viktorral, és ő azt nyilatkozta, fiatalkori interjú volt, hogy ő egy ilyen kultúra nélküli környezetből jött, ami nem volt. Se alkalmazotti, se paraszti, polgári, meg végképp nem. Tehát, hogy nem lehet, hogy ez neki egyszer nem fontos, nem is érti, hogy milyen. Nem tudom. Én ismerem ezt az interjút, és azt gondolom, hogy ez egy rendkívül érdekes interjú, és nagyon jó mutatja, hogy az ember nagyon világosan tudja, hogy miről van szó, és tudja, hogy miről beszél. Tehát nem a levegőbe beszél, és nem a levegőbe tervez. Igen, nincs kulturális, az a környezetemből jön, ő azt mondja, hogy egy ilyen alkalmazott rétegből, ahol se munkás kultúra, se paraszti kultúra, se értelmiségi kultúra nem volt, és hogy ő neki kvázi magának kellett megcsinálni, egy self-made, egy önmagát megalkotó ember, akinek magának kell megalkotnia, mert nem kapott otthonról semmit, az erőszakon, meg a durvaságon, meg az akarnokságon kívül. Ez egy borzasztó termékeny helyzet. Ha valakinek nincs ilyen értelemben von Haushaus, ahogy mondani szokták, otthonról jövő háttere, amely adott esetben anélkül irányítja őt, hogy tudná, mert hiszen rutinokat és természetesen reflexeket hoz magával otthonról. Hagyj mondjak egy példát, és lehet, hogy ez most nagyon merész lesz. Valami magyar művészettörténetnek egy zsenie, úgy hívták, hogy Kondor Béla. Kondor Bélának az egész művészetének a titka megítélésem szerint az, hogy pontosan ugyanilyen környezetből jött, mint Orbán Viktor. Világian tehetséges ember volt, elképesztően tudott rajzolni, tehát valami olyan természetadta adottsága volt benne, ami a lehető legjobbkor, amikor a szociális helyzetben bekerült az intézményrendszerbe, elvégezte a főiskolát, és olyan szuverén, zseniális figurává nőtte ki magát, azért, és ezt azért tehette meg, mert nem voltak, ha szabad írni, nem voltak előítéletei. Nem voltak kulturális berögződtségei, nem voltak eleve meglévő értékpreferenciái, hanem kész volt. Nem voltak sztereotípiák neki, mert nem voltak, a dolog, minden, meg is tudott mindent befogadott, mindent megtanult, mindent befogadott, mindent magába szívott, és ebből egy borzasztó kreatív dolog jött. Szintetizált egy saját dolgot. Azt kell, hogy mondjam, hogy Orbán Viktor ugyanez az eset, mint Kondor Béla. Egy borzasztó tehetséges ember,
ezt nem lehet elvitatni. Ez imponál. Hihetetlen, tehetséges ember, elképesztően jó agyú, jó eszű, gyors fölfogású, gyors reakció képességű. És hát kár, hogy ez a képessége nem valamilyen művészi képességben valósul meg, hanem ebben a hatalmi őrületben, amelybe belefutott végül is. Igen, tehát a hatalom legitimációja, hát azt mondják, hogy és ugye ezt is úgy olvastam, meg ugye most a különböző anyagokat bújok, hogy azt ugye a nép többségi akarata legitimálja. És ugye őt olvasgattam a parlamenti esküszövegeket is, hát ez teljesen formális, tehát ugye hát még a, nem tudom, a hamis tanúzás még büntetőjogi tétel, az, hogy a parlamenti eskünek valaki hogy fel meg, az még gyakorlatilag nem. Azt mondja, hát ez ilyen, hát az csak úgy van, de nem is ez a lényeg, hanem így egy kicsit ugye lejárt a műsoridőnk, és megkérdeznélek, hogy te hogy látod, hogy mi lesz ennek az egész Színház és Filmművészeti Egyetemen zajló dolognak a végkifejlete, mert ugye ez kicsit olyannak érzem, mint amikor ugye elkezdődik a háború, és ugye akik egy oldalon állnak, azok kvázi belesodródnak a dologba, és azt muszáj végigcsinálni. Most ugye itt ugye ellenállások, két fél áll szembe, az egyik erőpozícióból, a másik meg érzelmi, és ugye nekik az a veszteni valója, amit nem érhetnek el, a másik oldalnak meg egészen más. Hát, hogy mi lesz ennek a vége, azt szerintem senki se tudja. Ez a történet lehet ugyanannyira, vezethet ugyanannyira a rendszer megerősödéséhez, mint amennyire a végleges meg gyengüléséhez is vezethet. Szimbolikusan nagyon erős történetről van szó, nem véletlen, hogy ekkora cirkusz van körülötte. Mert ezt mindenki, ez valahogy mindenki számára látható, hogy itt mi a tét. Hirtelen nagyon egyszerűvé leegyszerűsödött a helyzet, ami sok más egyéb hasonló történetben mindig sokkal komplikáltabb és elmosodottabb volt. Tehát a CEU esetében is, az akadémia intézetek esetében is, vagy máshogy nehéz volt átlátni. Itt ez most sokkal jobban látszik, könnyebben nevesíthető, ugye színészek, ismert figurák vannak, akiknek a szavára figyel a közönség, tehát az ebben a visszhangja is sokkal, sokkal erősebb. Ez egy csapdahelyzet egy pillanatban a kormányzatnak. Nagyon nehéz ebből kijönni, arcvesztés nélkül. Vagy benne maradnak, beleállnak, és akkor előbb-utóbb valami hát nem, nagyon nem kívánatos fejlemény lehet. Tehát ha mondjuk adott esetben meg akarják tisztítani az épületet a megszállott diákoktól, akkor ugye erőszak lehet. Látszik, hogy a Orbánik nagyon vigyáznak, hogy ne használjanak erőszakot, tehát hogy ne lehessen rájuk azt fogni, amit a Gyurcsányra ők olyan könnyen rá tudtak fogni. Mert ugye akkor ugye volt rendőri erőszak 2006-ban, most meg ugye semmi ilyesmi nincsen, vagy legalábbis igyekeznek az ilyesmit elkezdeni. De hát lehet, hogy előállhat egy olyan éles helyzet, amikor már nem lesz más megoldás. Ugyanakkor Vigyánszkinek visszalépni ebből az egész történetből, az egy nagyon nyílt vereség. Őt levenni, nem olyan egyszerű levenni a sarktábláról, mert túlságosan exponált figura. Ha ő túlságosan nagy támogatást kapott, és túlságosan nagy szerepet vitt személyesen ahhoz, hogy az ő visszavonása már lehetséges opció van. Tehát nem tudom, mi fog ebből kisülni. Nézd, egy dolog nagyon világosan látszik. A rendszernek a megítélésem szerint a legnagyobb problémája az, hogy tulajdonképpen a nyers anyagi érdekeken, a kölcsönös félelmeken, a kölcsönös szorongatáson, a függéseken és a kiszolgáltatottságokon, az egymástól való rettegésen kívül tulajdonképpen nincs saját értéktartamú cementező anyaga. Ez a nacionalista bullshit, amit folyamatosan nyomatnak, ez nem valódi értékválasztás, ez nem valódi értékközösség. Uh-huh. Ez néhány, a választók egy részét persze meg lehet ezzel vezetni, de magát a rendszer fönntartói pontosan tudják, hogy ezek mit érnek ezek a szlogenek. Utolsó kérdésem lenne, mint művészettörténész esztétához, ugye kicsit a kortáshoz visszakanyarodva, hogy itt nagyon sok intézmény, többek között a képzős hallgatók is ugye szolidaritásokat nyilvánították ki. Lehet-e a kortásnak, amelyik azt mondják, hogy tükröt tart a világnak, lehet-e kortás művészként nem politizálni? Rövid válasz kérlek. Igen, nem. Szerintem nem lehet nem politizálni,
politizálni kell. A kortársművészetet bizonyos értelemben pont azt különbözteti meg az én felfogásom szerint a modern művészettől, hogy a modernizmus az egy művészi hagyománynak, egy probléma történetnek a folytatása. A kortárs művészetet pedig ez a hagyományos művészeti probléma történet, a művészi problémák története már nem érdekli, hanem akkor mi érdekli? És akkor jönnek elő a közügyek, a nyilvánossági ügyek, az identitáskérdések, a kisebbségi ügyek. Hát ezek a globális diskurzus, ami... Hát globalitás, lokalitás, tehát egy csomó olyan ügy jön elő, ami a kortárs művészeket elkezdi foglalkoztatni, gender dolgok, mi egymás, amik sokkal elevenebben vannak beágyazva a kortárs életvilágba, mint a művészet, amelyre könnyű azt mondani, és ez mondjuk gyakran hangzik el a kortárs művészek részéről ez a szemrájás, hogy a művészet az ilyen köldöknéző valami, mert ugye a művészettel magával valahogy foglalkozik. Én ezzel éppen nem értek egyet, de értem ezt a logikát, és ezért mondom azt, hogy ebből viszont az következik, hogy ha viszont a kortárs művészet tényleg kortárs művészet akar lenni, akkor legyen kortárs, az azt jelenti, hogy legyen, szóljon bele a közélet dolgaiba is. Nagyon szépen köszönöm, András, és további sok sikert kívánok. Köszönöm szépen. És remélem, hogy még találkozunk itt. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, ez volt a mai heti kortárs. Beszélnek a problémákról, a maszk az nem szájkosár, ezt valahol hallottam. Foglalkoznak kortárs műgyűjtéssel, új játékszabályokkal, új játékkörnyezet, keressenek rá az interneten, és legközelebb is tartsanak velünk, viszontlátásra.